Április 29-én a Hablány Vigadóban tartotta meg alapítványi báját a Cseperedő óvoda. A zenés-táncos mulatság bevezető részét, a köszöntőket és a szórakoztató műsort láthatják most, kedves nézőink. Kedves vendégeink! Óvodánk pedagógiai programjának jelmondatával köszöntök minden kedves jelenlévőt. Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csak is rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre. Ma estére jótékonysági bárra hívtuk meg Önöket, azzal a céllal, hogy támogassuk az immár 13 éve létrejött Vajcsi úti Csimotákért alapítványt. Bertalan Edit vagyok, a Cseperedő óvoda pedagógusa, és egyben két iskoláskorú fiúgyermek édesanyja. Annak idején én is a Cseperedő óvodát választottam a gyermekeim számára, mert megfogott az óvoda családias, szeretetteljes légköre, és a művészeti program kínálta lehetőséget. Óvodapedagógusként immár negyedik éve igyekszem ugyanezt nyújtani az óvodákat választó, kedves szülők gyermekeinek. Megtiszteltetés számomra, és köszönöm kolléganőimnek, hogy az idei évben rám osztották a Cseperedő bár házi asszonyának szerepét. Biztos vagyok abban, hogy akik itt vannak, azok ugyanúgy éreznek, mint én. Boldogság tölti el a szívüket, lelküket, mert ezzel az estével is hozzájárulunk ahhoz, hogy még eredményesebbé tegyük a Cseperedő óvodában folyó nevelő, fejlesztő munkát. Az óvoda hagyománnyá vált programsorozata az Egy szív, két kéz, 100 ötlet keretein belül rendezett kézműves délutánok, mindig szívesen látogatják volt, jelenlegi és leendő óvodásaink szüleikkel együtt. A kézműves műhely megvalósításához szintén az alapítvány biztosítja a szükséges alapanyagokat. Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek százai állnak ki egyetlen cél érdekében, de van, hogy csak egy kis közösség akarja megmutatni azt, mire képes. Ilyen összefogásnak vagyunk most mi is részesei. Egy híres szerzetes szavait idézve, aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé. A mai alkalom szervezése során közös célként fogalmaztuk meg az óvodai környezet esztétikusabbá és biztonságosabbá tételét, új óvodai játékeszköz beszerzését. Óvodánk alapítványa Tiszafüred város önkormányzata által 300 ezer forint pályázati támogatásban részesült, melyet ezúton is köszönünk. Az új udvari játékeszköz beszerzéséhez még ezt az összeget is ki kell egészíteni. Az idei jótékonysági bálunk bevételét is erre szeretnénk fordítani. Támogatóink jóvoltából folyamatosan szépül óvodánk. Egy dolog azonban kezdetek óta nem változik. A dolgozók elhivatottsága, a gyerekekbe vetett hite, ami mindenkor a felnövekvő generációk sikerének az alapja. Az óvoda dolgozóink mindig arra törekedtek és törekszenek, hogy a gyerekek jól érezzék magukat óvodás éveik alatt, figyelmet fordítva arra, hogy tudásukat fejlesztve nyitottak maradjanak az újdonságokra. A sikerek eléréséhez azonban nélkülözhetetlen az együttműködés, a szülők támogatása. Sok-sok erkölcsi és anyagi támogatást, a személyi jövedelem adóból felajánlott 1%-okat kaptunk az elmúlt években is a kedves szülőktől, amit ezúttal is szeretnénk megköszönni. Most pedig felkérem intézményünk vezetőjét, Hülyter Szilviát, mondja el. Jó estét kívánok, kedves vendégeink! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt. Köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket és elfogadták meghívásunkat jótékonysági bálunkra. Kérem, engedjék meg, hogy először tolmácsoljam dr. Fazekas Sándor miniszter úr jó kívánságait. Tisztelt óvodavezető asszony! A Cseperedő óvoda ünnepi rendezvényén tisztelettel köszöntöm az est házigazdáit, támogatóit, pedagógusokat, szülőket, gyermekeket, a Cseperedő bár kedves vendégeit. Sajnálom, hogy személyesen nem lehetek jelen rendezvényükön. Ezúton köszönöm a meghívást, és fejezem ki nagyra becsülésemet a szervezőknek. A legjobb befektetés a jövőbe
az óvodák, iskolák támogatása. Tiszafüred és Magyarország jövője nem egy elvont fogalom. A város és hazánk olyan pont lesz, amilyenni a felnövekvő nemzedékeket neveljük. Pedagógiai kutatások százai igazolják, hogy az első néhány év élményei, benyomásai, kedvező tapasztalatai hozzájárulnak ahhoz, hogy felnőttként harmonikus, boldog, kiteljesedett életet élhessünk. A kormány kiemelten támogatja az oktatási intézmények fejlesztését, hogy bölcsödések, óvodások, iskolások szép, harmonikus környezetben nevelkedjenek, tanuljanak, a hivatásuknak élő pedagógusok pedig korszerű feltételek mellett végezhessék oktató-nevelő munkájukat. Mindenkinek szüksége van támaszra, de mindenkinek szüksége van arra is, hogy támasz legyen, írja Gyökösi Endre, református lelkész, pszichológus, író, költő. Tartalmas estét kívánok minden kedves bálozónak, üdvözlettel dr. Fazekas Sándor. A mai est szervezésekor mindannyiunkat egy közös cél vezérelt. Segíteni, támogatni szeretnénk a Cseperedő Óvoda Alapítványát. Ebben az évben is megfogalmaztuk céljainkat, elképzeléseinket. Szeretnénk fejleszteni, szebbíteni óvodai környezetünket. Óvodánk udvarára szeretnénk vásárolni egy új játékeszközt. A mai jótékonysági est bevétele és az önkormányzattól nyert pályázati támogatás együttes felhasználásával kívánjuk megvalósítani ezt az elképzelésünket. Az idei évben is nagyon sok támogatót tudhatunk magunk mögött. Ennek jó példája az, hogy önöket itt köszönhetjük ma este. A továbbiakban is tartalmas, értékeket közvetítő programokat szeretnénk szervezni óvodásaink számára. Mert úgy gondoljuk, hogy az óvodában eltöltött évek nagyon meghatározóak a gyermekek fejlődése szempontjából, majd későbbi felnőtté válásuk során. Oberlin szavait idézem. A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, azt alig ha lehet valaha is onnan kipusztítani. Szeretnénk óvodásaink szívébe, lelkébe olyan emberi értékeket elültetni, mint a másik ember tisztelete, szeretete, megbecsülése, elfogadása. Mindezt erős, kiegyensúlyozott óvodai élet megteremtésével kívánjuk elérni. Változatos tevékenységekkel, a művészetek eszközeivel segítjük az ismeretek bővítését, a készségek, képességek optimális fejlődését. Segítjük a szoros érzelmi kötődések kialakulását és megtartását. Mi pedagógusok keressük a gyermekek szívéhez, lelkéhez vezető utat. Egyet biztosan mondhatok, és ez nem más, mint a szeretet. Úgy gondolom, közösen a szülőkkel együttműködve munkánk eredménye megsokszorozódik, hatványozódik. Ehhez a közös alkotó munkához szeretnék szép és biztonságos környezetet nyújtani, és egyben kérni is a szülők segítségét. A mai estén félretesszük rohanó világunk gondjait. Közös célunk a vidám, önfeled szórakozás mellett szeretettel adjunk, és segítsünk a Cseperedő óvoda apróságainak. Az összefogás, az adakozás nem másoknak szóló cselekedet, hanem szívbéli, őszinte örömforrás is. Szavakban nem is tudom kifejezni köszönetemet a sok segítségért és támogatásért, amit kaptunk, kapunk a kedves szülőktől, nagyszülőktől, támogatóktól. Köszönöm vendéglátónak, Ábrahám Tamásnak és Gacsal Elvirának, hogy itt lehetünk ebben a csodálatos környezetben. Köszönöm a mai este fellépőinek, a tiszafüredi mazsoretteknek, hogy műsorukkal színesítik a Cseperedő óvodabáját. Köszönöm munkatársainak, az óvoda dolgozóinak a jótékonysági est megszervezésekor nyújtott segítséget. Köszönöm az egész éves odaadó munkájukat. Megköszönöm gyermekszeretetüket és a munkájukba, hivatásukba vetett hitet. A kitűzött céljainkat csak együtt tudjuk megvalósítani, egy csapatként. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
mai estére, kellemes szórakozást kívánok mindenkinek! Most pedig fogadjuk szeretettel a Dalma Dance Group és a Tiszafüredi Mazsolentekért Egyesület műsorát. Y hoy
show. We got that golden ball about to shake, shake, shake. We got the sugar, do you want it? Taste, taste, taste. We take it all around the globe, baby, everywhere we go. Make it happen on the rock and shake, shake, shake. Like, oh, la combinación mundial.